Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a hallgatóságot, a diákokat és a kollégákat is. Főleg a kollégáknak köszönöm, hogy elhozták a diákjaikat. Ugye az előadásom az jellemzően középiskolásoknak szól, az ugye 4 évfolyam, és hát igazából én abban próbáltam az összeállított kísérletekben megtenni, legalább minden évfolyamnak legyen egy kísérlete, legalább egy, de inkább több. Úgyhogy semmiféle logikát ne keressenek benne, azon kívül, hogy minden évfolyamnak szeretnék valamilyen szinten megfelelni. És akkor az első kísérlet, az egy elgondolkodtató, úgy is mondhatnánk, hogy ravasz kísérlet lesz. A főszereplője ez a foglalat és ez az izzólámpa lesz. Ez a foglalat és az izzólámpa, hát ugye világosan látszik, hogy ezt bedugjuk ide a konnektorba, bekapcsolom, és akkor látszik, hogy ég a lámpa, és az is látszik, hogy a feszültség, ami a lámpának a két pólusára van kapcsolva, ez a feszültségmérő, azt mutatja, hogy 230 voltos hálózati feszültség van. Ez idáig, úgy is mondhatnánk, hogy nem nagyon verte ki a biztosítékot. Most jön a következő kísérlet, kiveszem ezt az izzólámpát, és ebből az izzólámpából van egy másik itt. Ez az izzólámpa két dologban különbözik, így első ránézésre azt lehet látni, az egyiknek ilyen aranysárga, a másiknak meg ezüstös a foglalata. Ha valaki tüzetesebben megnézni, az van ráírva erre, hogy 230 voltos, erre meg, hogy 24 voltos. És akkor ugye ezt a 24 voltos izzólámpát fogom ide becsavarni, és megkérdezem önöket, hogy vajon a bekapcsolás után hány másodpercig fog ez még világítani? Ez a kérdés. Tehát most bekapcsolom, azt hiszem mindenki látja, hogy az izzólámpa azt kibírta. Az is fontos, hogy változtatni kell a mérés határon, tehát most a piros skálán olvasunk ismét le, csak itt a végkitérésben nem 300, hanem 30 volt van. Ha bekapcsoljuk, akkor azt látjuk, hogy ez egy 24 voltos feszültséget kap. Nem tudom, tudjátok-e követni a történetet. Visszamegyünk az eredetileg használt izzólámpára, és megnézzük, hogy ezek után mit is lehet mondani erről. Ha megint csak bekapcsolom, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ismét 230 volt. Tehát akkor az a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez. Ezt otthon ne próbálja elvégezni senki, nem biztos, hogy így fog elsőre sikerülni. Ugye több magyarázat lehetséges. Kezdjük az elsővel. Ez a konnektor, ez egy úgynevezett okos konnektor, mert amit hallja, amit mondok, és annak megfelelően állítja a feszültséget. Ez az egyik lehetőség. Van egy másik lehetőség, ezt amennyire tudom, ez az elektromosságtan témakörébe illeszkedik bele. Az elektromosság témakörében, amikor az elektromos áramforrásokról, azoknak a belső ellenállásáról beszélünk, oda lehet elhelyezni ezt a kísérletet. Hogyha le akarnám leplezni a kísérletet, de nincs ebben semmi érdekes, csak van egy áramforrás, amit itt lehet látni, nem szedem ennél jobban szét, elmondom, mi van benne. Van benne egy transformátor, ami a hálózati feszültséget föltranszformálja durván 372 voltra. Ugye ez mind a két izzólámpának sok lenne, éppen ezért azt mondtam, hogy kapcsoljunk ebben sorba egy ellenállást, ez ilyen 360 ohm körüli ellenállás, és akkor ennek az így előállított áramforrásnak a karakterisztikája olyan lesz, hogy éppen a 24 volton és a 230 volton 15 watt teljesítményt fog leadni, és ha megnézitek, akkor ez a két izzólámpának a doboz éppen erről árulkodik, tehát 15 wattnyi teljesítményt ad le ezen a két feszültségen. Ha van kedve valakinek, akkor nem egyszerű, nem bonyolult kiszámítani, ez egyik évben egy fizika versenyen, ez egy fizika példa volt, hogy ezt kellett megoldani, hogy egy olyan áramforrást próbáljunk tervezni, amelynek a kapocs feszültségét és a belső ellenállását kellett kiszámolni a hallgatóságnak, ami ehhez a két izzólámpához illeszkedik. Ha valakinek nem megy, akkor nyugodtan írjon, megvan a megoldás, föltettem a netre, tehát igazán csak a linket kell közé tenni. Tehát tulajdonképpen egy transformátor van benne, és egy izzólámpa, vagy egy ohmos ellenállás. A számítás, amit én megcsináltam, még az is, arról is beszél, hogy
az így módon használt áramforrásunknak mekkora hatásfoka. Azért a nagyobbik feszültségű lámpán olyan 90-néhány százalék a hatásfoka, míg a kisebbiknél meg 9%, tehát azt hiszem, hogy nincs ingyen semmi, ezért vigyázni kell, mert azon a lámpa, vagy azon a belső ellenállás, tehát ide beszerelt ellenálláson esik ilyenkor az a rengeteg teljesítmény, vagy illetve fejlődik hővé, tehát amikor a 24 voltos izzót rakom, akkor kínosan ügyelek, hogy túl hosszú ideig ne legyen bekapcsolva, előbb-utóbb éreznénk a szagát. Tehát ilyen egyszerű a dolog, és hát akkor arra gondoltam, hogy tehát nem egy bonyolult történet ez. Ha valaki megkérdezi, hogy az áramforrásoknak a belső ellenállása hol fontos még, hát ugye mindenki tudja, aki néz az ablakon, hogy tél van és hideg, ilyenkor a hidegben nehezebben indulnak például az autók, főleg, hogyha egy kicsit használtak az autóknak az akkumulátorai. Ilyenkor az akkumulátornak a belső ellenállása lesz az, amelyik nagyon megemelkedik, és ennek a belső ellenállásnak az eredményeként kisebb teljesítményt tud leadni. Ez a kisebb teljesítmény viszont kevés ahhoz, hogy elindítsuk az autónkat. Na most, ja igen, tudom, mit akartam. A következőkben elektromossággal kapcsolatos kísérleteket fogunk bemutatni, és ehhez egy pár olyan eszközt készítettem ide. Az lesz a módszer, hogy minden egyes kísérletnél, hogy ne legyen ilyen nagy felfordulás az asztalon, fölrakom az asztalra, amit kísérletezni fogok, és ha fölraktam, utána elmondom, hogy mi mire való, és akkor utána megmutatjuk a kísérletet. 1820-ban végezte el ezt a kísérletet, pontosabban teljesen véletlenül fedezte föl. Hans Christian Ernst fedezte a kísérletet, az áramok mágneses hatásáról szóló kísérletről beszélünk. Ugye van egy hosszú egyenes vezető, ezt a hosszú egyenes vezetőt észak-déli irányba helyezzük el. Ha valaki megnézné térképen a Műegyetem Fizika Intézetének képét, akkor abban szembesülne, hogy a fizikai intézet úgy van tájolva, hogy minden egyes fala észak-keleti, dél és nyugat irányú, és ezt nem véletlenül van. 1881-ben írtak egy könyvet, egy bizonyos Weinhold, Adolf Weinhold nevű ember, aki hát a fizikai kísérletekről írt egy összefoglaló tanulmányt, és az az első fejezete a könyvnek, hogy hogyan építsünk olyan épületet, ami fizika tanításra alkalmas. Többek között, ugye ennek a, nehogy azt higgye valaki, hogy emiatt a kísérlet miatt van ez így, de azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy az északi oldalra, például arra az oldalra sohasem süt a nap, tehát ott például elég jó sötét van a kísérletezés közben. Hú, de szúr! Tehát elég jó sötét van a kísérletezés közben, és a másik oldalon itt pedig mindig süt a nap, ugye déli oldal, 9 és 5 óra között, hát ha csak nem felhős az ég, akkor süt a nap. És tulajdonképpen azt meg lehet csinálni, már régi vágyámom, hogy az akkoriban divatos, amikor átadták ezt az épületet, 1906 volt, még nem volt izzólámpa. Még egy csomó minden fényforrás nem volt, de optikát már akkor is tanítottunk, és képzeljék el, itt van egy lyuk ezen az ablak alatti részen, ha valaki kimegy kívülről, megnézheti. Azon a lyukon keresztül dugtak ki egy tükröt, és a napfényét csalogatták be, és azzal kísérleteztek 1906-ban. No, hát akkor a kísérletünk, Örstednek a kísérlete. Azt fogjuk meglátni, hogy van nekünk egy iránytűnk. Ez az iránytű, ez áll valamilyen irányba, mondjuk nagyságrendek. Itt annyi problémánk lehet, hogy az iránytűnknek az észak-dél irányt így kéne mutassa, de sajnos az asztalunk az eléggé tele van vasdarabokkal, úgyhogy ez nagy valószínűséggel egy kis korrekcióra szorul. Tehát van itt nekünk egy mágnesünk, és ezzel a mágnessel mindjárt meg... Hol a másik mágnesem? Ezt jobban szeretem. Ezzel be tudjuk majd állítani az irányt. Hát az iránytűről annyit azért érdemes tudni, hogy a legtöbb esetben az iránytű az hosszabb idő után elveszti a mágnességét, és egészen buta dolgokat tud mutatni. Én most ezt fölmágnesezem, akkor valószínű, tehát igen. Igen, ez most sikerült épp ellenkezőleg mágnesed, de az fontos, hogy jól irányba mutat. Tehát Örsted azt vette észre,
hogy ha áram folyik egy vezetőben, a vezető környezetében elfordul, elmozd, másik irányba fogja mutatni az északi irányt, az iránytű. Azt is észrevette, hogy ha megfordítja az áram irányát, akkor éppen ellenkező, éppen ellenkező irányba fog elfordulni az iránytű. Tehát egy nagyon fontos jelenséget vettünk észre, hogy az elektromos töltések mozognak, akkor maguk körül mágneses teret hoznak létre, és ezáltal sikerült összekapcsolni egy kísérlettel, később egy elmélettel azt, hogy a mozgó töltések az elektrostatikának a főszereplői mágneses teret hoznak létre, ugye az viszont már mindenki jól ismerte. Azt is érdemes megnézni, hogyha az iránytűt kitérítjük, és az iránytűt nem a vezeték alatt helyezem el, hanem a vezeték fölött, akkor éppen ellenkező irányban fog kitérülni. Tehát ezzel tulajdonképpen az iránytűvel, mint egy stetoszkóppal, különböző helyeken le tudjuk tapogatni a mágneses térnek a nagyságát, tehát ez a kísérlet többek között erre is tanít meg minket. Azt is lehet tudni, hogy ahhoz, hogy ez a kísérlet elvégezhető legyen, didaktikailag, illetve pontosabban egy eszközre volt szükség, ez az eszköz nem volt más, mint ugye hát akkor még hálózati áram, transzformátor, meg egyebek nem voltak, ilyen egyenirányítók, ezért szükség volt áramforrásra. Áramforrás pedig egy jó darabig nem volt, hiszen amíg Alessandro Volta föl nem találta Voltaféle cellát és a róla elnevezett oszlopot, addig hát nem nagyon volt elektromos áramforrás, csak az elektrostatikus gépek. Az elektrostatikus gépek azok viszont csak és kizárólag hát olyan 10 a mínusz 6-on áramot tudtak maximum létrehozni, illetve lehetett velük sokkal nagyobb áramot is létrehozni, de ebben az esetben az az áramnak az ideje rövid volt, egy kondenzátor kisütésére gondolok én itt most konkrétan. Ugye a következő kísérlet arról fog szólni, hogy azt láttuk, hogy az áramnak van mágneses tere, eltéríti az iránytűt. Most fordítsuk meg, van egy vezetékünk, hiszen szépen lehet látni, hogy ezen a részen nagyon könnyedén hajlékony vezető keretet hoztunk létre. Ennek a vezető keretnek ez a szakasza, vagy ebbe az irányba fog folyni az áram, vagy ebbe az irányba fog folyni az áram. Az is látszik, hogy itt van egy mágnes, a mágnesnek a pólusaira ferromágneses anyagokat helyeztünk el. Ezek a ferromágneses anyagok az mágneses erővonalakat, az erőteret hozza ki ebbe a térbe, tehát a két pofa között függőleges irányú mágneses tér van. Abban az esetben, hogyha áramot folyatunk rajta keresztül, szerintem jól látszik az, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz most éppen bal oldalra a kitérése a vezetéknek. Ha az áramot megfordítjuk, az áram irányát megfordítjuk, akkor azt lehet látni, éppen ellenkezőleg térül ki. Ha valaki egy kicsit szeretné megérteni, hogy hogyan lehet ezt matematikailag leírni, akkor vegyük észre, hogy függőleges a mágneses tér, erre merőleges és vízszintes irányú az elektromos áram. A két fizikai mennyiség egy-egy vektor, ugye a mágneses tér meg az áram is egy vektor, ezek éppen egymásra merőlegesek, és ezek a vektoriális szorzata fogja adni tulajdonképpen a harmadik szereplő értéket, az erőt, ami erre a vezető darabra hat. Tehát gyakorlatilag a jobb kezünkre tudjuk fölírni ezeket a dolgokat, és egy vektoriális szorzás segítségével tudunk eljutni az eredményhez. Ha megfordítjuk az áram irányát, mutatom még egyszer, akkor megfordul a hatás iránya, és ez azt jelenti, hogy az áram iránya mínusz egyszeres, akkor a vektoriális szorzás értelmében azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. A következő kísérlet, tovább lépünk egyet. A következő kísérlet, egy áramvezető hurok lesz a főszereplő. Ez az áramvezető hurok függőleges tengely körül könnyedén képes elfordulni, és ezen keresztül fogunk vezetni áramot. Vagy ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba fogjuk tudni az áramot vezetni. Ebből az következik, hogy itt van az áramvezető hurok, hozzávezetjük a vezetéket, és a kísérletünkhöz még szükséges lesz egy rúdmágnesre. Itt a rúdmágnes. A rúdmágnest, ha megmozgatom ebben a keretben, akkor ez nem fog mozogni. Megpróbáltunk bármiféle kölcsönhatást. A vezeték az vörös részből van, tehát ez diamágneses anyag, a közöttük levő kölcsönhatás olyan csekély, hogy biztosan nem fog effektus produkálni. Nézzük meg, hogyha beteszem a
rúdmágnest ide, áramot folyatok, és szép lassan elkezdem forgatni, akkor azt látjuk, hogy az áramvezető hurok engedelmesen követi azt, ahogyan én forgatom a kezemben a rúdmágnest. Azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Későbbiekben fogjuk egy másik kísérletben látni, hogy az áramvezető huroknak milyen a mágneses tere. Ebbe a mágneses térbe betesszük a másik mágnesnek a mágneses terét, ha úgy tetszik, így most betoljuk. Elfordítom, és amikor az áram mágneses tere és a rúdmágnes mágneses tere között egy szög elfordulás van, akkor egy nyomaték ébred, ez a nyomaték kezdi forgatni a tekercs, vagy a keretünket. Annyit érdemes még megjegyezni, hogy a villanymotoroknak a működési elve is ez. A villanymotoroknál ugye ott is az van, hogy vagy egy rúdmágnes, tehát egy permanens mágnes és egy áram által gerjesztett megoldás van. Lehet mind a kettő áram is, de az, hogy mind a kettő permanens mágnes legyen, az csak bizonyos könyvekben van, amit fizikaórákról száműzni szoktunk. Ezek az örökmozgó kategóriájába tartozó kísérletek. A következő, amit szeretnék megmutatni, didaktikailag úgy folytatódik, hogy láttuk, hogy az áram eltéríti az iránytűt, azt is láttuk, hogy a mágneses térben a vezetékre egy erő hat, azt is láttuk, hogy az áramvezető hurokra egy nyomaték hat. Amit most szeretnék megmutatni, az az áramvezetőből kettő lesz. Ugye azt hiszem, ha megnézik, akkor nagyon hasonlít ez a kísérlet ehhez a kísérlethez. Itt a mágnest kihagytuk, van két darab vezetőnk, mind a kettő könnyedén tud mozogni, és ha meggondoljuk, akkor tulajdonképpen csak annyi tennivalónk van, hogy eldöntjük, hogy az egyik áram mágneses tere hat-e a másik áram mágneses terére. Nagyon fontos dolog, amiről most próbálkozunk bemutatni. Ugye azt kell látni, hogy az áramvezetők között, ha most bekapcsolom, akkor szerintem jól látszik, hogy egy taszító kölcsönhatás van, megmutatom még egyszer. Tehát bekapcsoljuk. Bekapcsoláskor szépen látszik, hogy taszítja egymást a két drót. Megmutatom még egyszer. Úgy szintén. És akkor a következőben pedig AB, AC, igen. Megcseréljük az egyik vezetőben az áramot, áram irányát. Ebben az esetben, ha bekapcsoljuk, akkor vonzó kölcsönhatást lehet megfigyelni. Mutatom még egyszer, tehát amikor az áram folyik ebben a vezetőben, akkor az áramok között vonzó kölcsönhatás van. Tehát ez azt jelenti, hogy attól függően, hogy hogyan kapcsoltuk, hogyan dugdosgattuk ezeket a drótokat, van két paralel vezetőnk, ebbe vagy egy irányba folyik, vagy egymással szemben. Ugye láttuk azt, hogy lehet taszítás is, lehet vonzás is, általában a számonkérésnél, a vizsgán, az RT-ben az a kérdés, hogy a paralel áram vagy az antiparallel áram taszítja vagy vonza egymást. Hogy ezt könnyedén meg tudjuk érteni, ehhez van egy olyan kísérleti eszköz, amit igazából beszoktam minden egyes alkalommal hozni az intézetbe, ide a nagy előadóba, de bemutatni nem szoktuk a működését, és hogy miért ennek nagyon prózai oka van, hát a kísérleti eszközhöz kellene másfél deci higany. Na most másfél milligram higany is kiveri a biztosítékot egy mostanában egy Európa konform embernél. Tehát ez azt jelenti, hogy a paralel áramok közötti kölcsönhatást szeretnénk megmutatni. Van itt egy rugó, ez a főszereplője a kísérletnek. Nagyon gyönge a direkciós ereje, azt szerintem nagyon szépen látszik, hogy egy egészen kicsi erőre nagyon nagy a deformációja. Ennek a rugónak ez a tartója, ehhez a tartóhoz kell hozzá kötni az áramforrás egyik sarkát. Akkor az azt jelenti, hogy az áram jön ebbe az irányba, szépen a csavarvonalon szépen megy lefelé, beleér a higanyba, a higanyon keresztül pedig vezetjük az áramforrás másik feléhez. Így. Ha jól van beállítva ez a kísérlet, akkor ennek a vezetéknek éppen, hogy hozzá kell érjen a higanyhoz, annyira, hogy elektromos áramkör létrejöjjön. Amikor bekapcsoljuk, mivel hogy a párhuzamos áramok vonzák egymást, a rugó meg fog rövidülni. Ebben a pillanatban megszakad az áram, és a rugóra saját ereje, saját súlyereje ismételten megnyújtja, beleér a higanyba, és akkor ez így folyamatosan fölle mozog, mint a gyomorgörcsökbe fetrengő giliszta. Szóval az a lényege a dolgoknak, hogy ez nem csak erre tanít meg minket, hogy a párhuzamos áramok hogyan
vonzák egymást, hanem azt is megérthetjük, ez a nagyon fontos dolog, hogy például a tekercsek tönkremenésének az egyik módszere az, hogy ellopják vagy lejtik, ebben nem foglalkozunk, nem fizika történet. A másik az, hogy túlterhelik és leég. És a harmadik lehetőség, hogyha rosszul készítik el a drótot, fontosabban a tekercselést, akkor a drótok mozoghatnak. Látjuk azt, hogy a párhuzamos áramok vonzák egymást. Ez azt jelenti, hogy amikor a tekercsünkben, amit mondjuk bedugunk a konnektorban, mondjuk a primer vagy a szekunder oldalon, ezek a drótok között másodpercenként 100-szor közelebb akarják húzni egymáshoz, ugye az 50 Hz-nél az ugye az egyik fél hullámban, meg a másik fél hullámban is, és ennek eredményeként, ha mozogni tudnak ezek a drótok, elkezdenek mozogni, ez okozza a 100 Hz-es búgását a transzformátoroknak, és ez a 100 Hz-es búgás odáig vezethet, hogy elkopik a szigetelés, ami a drótokon van, és akkor menetzárlat lesz. Ez a menetzárlat pedig aztán nagyon gyorsan tönkre fogja tenni a transzformátorunkat. Tehát tulajdonképpen a párhuzamos áramok közötti kölcsönhatás az vonzó. Abban az esetben egyirányúak az áramok, ha antiparallel áramok vannak, akkor pedig taszító a kölcsönhatás. Ezek után nézzük meg azt, hogy az áramvezető hurkok körül, ja igen, a leglényegebb esetet elfelejtettem, de visszahozom. Az a kérdés, hogy ez a kísérlet, ez egy abban a tekintetben izgalmas ez a kísérlet is, meg ez a kísérlet is, hogy mind a kettőt lehet váltóárammal működtetni. Ugyanis addig, amíg az egyik egy permanens mágnes, a másik pedig egy áram, mind a két esetben állandó, vagyis egyenárammal kellett dolgoznunk. Ebben az esetben, mind ebben a kísérletben egyszerre fordul meg az áram, tehát mindig párhuzamos vagy antiparallel áram jön létre, csak a kapcsoláson múlik. Egyébként, ha valaki ide pillant, akkor lehet látni, hogy ide ezeknél a kísérleteknél direkt a váltóáramú részre kötöttem a vezetékeket. Tehát ez váltóáramnál is teljesen igaz lesz ez a kísérlet. Egy apróságot szeretnék elmondani, és ez itt félig a reklám helye. A Műegyetem Fizika Intézetének van egy OTKA pályázatban készített fizipedia.bme.hu oldala. Ezen a fizipedia.bme.hu oldalon az a kísérlet, amelyeket mondtam, hogy itt nem szoktuk megmutatni, ott higanyt nem engedélyezett módon bevittem a kísérletező szobába, és megvan, tehát valaki meg akarja nézni, ott megnézheti, abból biztosan nem jön higanygőz. Továbbiakban pedig megnézzük azt, hogy az áramok mágneses terét hogyan lehet fölrajzoltatni vasreselék segítségével. Hát a főszereplő egy írásvetítő lesz, és az írásvetítő tetejére különböző plexi lemezeken átfúrt vezetőket fogunk használni. Elsőként fogunk használni egy egyenes vezetőt, tehát a plexilap síkjára éppen merőleges lesz, ez lesz az első, amit meg fogunk nézni. Másodikként meg fogjuk nézni az áramvezető hurok mágneses terét, aztán a szolenoidnak, vagy ha úgy tetszik, a tekercsnek a terét, majd a toroidat fogjuk megnézni. Ehhez is viszonylag nagy áramra van szükségünk. Tehát ez azt jelenti, hogy egyenárammal fogunk kísérletezni, és az áramforrásunk, amivel itt kísérletezünk, hát akár 100 ampernyi áramot is tud rövid időre, tehát hogyha véletlenül valaki úgy látja, hogy a kísérletek során, vagy úgy érzi, hogy valami büdösödik, az csak annyi, hogy az áramnak van hőhatása is, és ezek a drótok, ezek képesek melegedni. Tehát, akkor annyit kérnék, hogy most kivételesen vegyük le onnan a képet, addig én összeállítom a drótokat. És akkor itt van az áramvezető, amely merőleges a plexilemezre. Most fogom, vasreszelékkel meghintem nagyjából egyenletesre, és élesre is kell állítani. Szerintem nagyon szépen látszik. Amit majd még tudnunk kell, az nem más, mint ezt most egy kicsit lejjebb húzzuk.
Így. Tehát amit tudnunk kell, hogy én néha megfogom egy kicsit az ujjammal kopogtatni így. Ha nem folyik benne áram, a részecskékkel semmi nem történik. Abban az esetben, hogyha áram folyik, akkor ugye a részecskék már kezdenének rendeződni. Ha én most egy kicsit megkopogtatom, akkor fölrajzolódik az, amire valójában kíváncsiak vagyunk, az áramvezetőnek a mágneses tere. Amiket látunk, ugye vasreszeléket szórtunk köré, a mágneses térben a vasreszelékek mindegyik egy pici iránytűvé válik, és ezek az iránytűk pedig föl fogják rajzolni azokat az erővonalakat, amelyekre mi kíváncsiak vagyunk. Ha valaki emlékszik még arra a kísérletre, amelyikben az őrszett kísérletről beszélünk, ugye itt volt a hosszú egyenes vezető, elhelyeztük alá az iránytűt, és az iránytű szépen elfordult. Nézzük meg, hogy ez mit jelent a kísérletünkben. Ha itt helyezzük el az iránytűt, akkor ugye ő egy vízszintes irányú, mondjuk az egyszerűség kedvéért, hogyha a hüvelykujjam irányába folyik az áram, a jobb kezem hüvelykujjának irányába folyik az áram, akkor a körbejárás az pontosan az ujjaim adják, tehát ebbe az irányba járjuk körbe, vagyis óramutató járásával ellenkező irányban. Vagyis itt az irány az abba az irányba fog mutatni. Emlékezzünk, hogy amikor alá tettük, akkor valamerre kitérült, amikor fölé tettük az iránytűt, akkor pont ellenkezőleg, de világosan látszik, hogy ott az irány abba az irányba mutat, tehát a vezeték alatt és a vezeték fölötti irányról beszélünk. Tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni. A kísérlet ugye egy erőteret mutat, erőteret szemléltetünk erővonalak segítségével. Ez egy viszonylag nehéz fogalom, Faraday volt, aki kitalálta. Az áramlása, a folyadékok áramlása adta neki az alapötletet, és azt lehet mondani, hogy ennek az erővonal képnek a segítségével egy vektor teret tudunk meghatározni, egy adott pontban meg tudjuk mondani, hogy a mágneses tér vektora milyen irányú és milyen nagyságú. Ezt tudjuk megadni. Középiskolában nem egy egyszerű dolog, sajnos nem tanítják a vektorokat olyan szinten, hogy ez jól tárgyalható legyen, de minden esetre azt érdemes észrevenni mindenkinek, hogy az erővonalak olyanok, hogy mindegyike önmagába záródik, tehát hogyha most itt egy erővonalra ráülnénk, és így szépen körbe mennénk, visszajönnénk ugyanarra a helyre. Ez az ötlet adta az Faradaynek, hogy ebből lehetne akkor csinálni egy motort is. A Faraday motorról beszélünk, amit 1832-ben, ha jól emlékszem, 32 vagy 34-ben hozott létre, és hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a kísérlethez itt is kellene higany, de itt egy kicsit több, egy 25 kg higany. A kísérleti eszköz megvan, és a honlapomon meg is lehet nézni a Faraday Motor című filmet, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Hát hasonlóképpen illegális módon készült, de feledje homály. Annyit azért felmentésként, hogy az még 91-ben készült, tehát akkor még ez engedélyezett volt. Tehát akkor az áramvezető hurok mágneses terét láttuk. Ezek után, a hosszú egyenes vezető mágneses terét láttuk, most jön az áramvezető hurok, ez itt látható. Ezt úgy is föl lehet fogni, hogy egy a vezeték, az egyik vezeték mondjuk az alsó, tehát ez, befelé folyik az áram, akkor az világos, hogy a másikon pedig kifelé fog folyni az áram. Most a fizika tudásunkat megpróbáljuk olyan szinten alkalmazni, hogy ha tudunk valamit jól, akkor előre meg tudunk dolgokat jósolni. Tessenek figyelni! Ha most csak az egyik vezetéket néznénk, ezt, tudnánk-e milyen lesz az áramnak a mágneses tere? Az előbb föl lett rajzolva, ha mondjuk ez kifelé folyik, akkor ebbe az irányba körbejárva megkapjuk a koncentrikus erőteret. Milyen lesz a másik? Ugyanilyen lesz, csak éppen a körbejárás iránya ellenkező lesz. És akkor, ha valakinek van egy kis matematikai elvonatkoztató képessége, akkor össze tudja ezt a két teret kombinálni, pontról pontra össze kell adni ezeket az vektorokat, hát azért a vasreszelékek gyorsabban és akkurátusabban fogják mindezt megtenni, tehát akkor ugye ott tartunk, hogy egy befelé, meg egy kifelé folyó tér, itt már elkezdődik a rendeződés, és hogyha folytatjuk az áramerősség növelését, akkor szépen kialakul ez a rész, és azt kell mondjam, hogy ez a hosszú, az áramvezető huroknak a mágneses tere. Ha megnézzük ezt a kísérletet, mert térjünk vissza, akkor ugye ennek, ha megfelelő módon beforgatjuk, akkor ugye mintha itt vizsgálódnánk. Nagyon szépen látszik az,
hogyha meggondoljuk, hogy innentől, ugye ha ez kifelé folyik, a körbejárási irányja ilyen, tehát itt minden erővonal abba az irányba mutat. Ha ez viszont ebbe az irányba járja közben, ugyanazt, vagyis a kettőt össze kell adni, vagyis azt látjuk, hogy az áramvezető húroknak a síkjára merőlegesen, minden erővonal merőlegesen megy keresztül, és hát azt nem mondanám, hogy homogén, de majdnem azt lehet mondani rá, hogy homogén. Ami nagyon fontos, hogyha ide elképzeljük, hogy ide betesszük a mágnest, itt van benne, akkor értjük azt, hogy ez a mágneses tér el fogja úgy szintén forgatni az iránytünket, de hogyha az iránytünk helyett egy rúdmágnest veszünk, mert hogy az elébb ezt már megcsináltuk, és ide betesszük a rúdmágnest, elfordítom, akkor a rúdmágnes mágneses tere és az áram mágneses tere között szögelfordulás lesz, és ez pedig egy nyomatékot fog eredményezni, ami elfordította a keretet. Szerintem ez nagyon szépen látszik. Még egy dolgot szeretnék elmondani, mert ez nekem a mániám, hogy gondoljuk meg, van egyetlen egy darab elektron. Ezt az egyetlen egy darab elektront rábeszéljük arra, hogy ezen a dróton körbe-körbe járkáljon. Ugye egy darab magányos elektron egy köráramként fölfogható. És ennek a köráramnak ugyanilyen lesz a mágneses tere, vagyis ez azt jelenti, nézzük meg, hogy a kerettől ebbe az irányba az összes mondjuk kifelé mutat, a kerettől ebbe az irányba meg mindegyik befelé mutat. Ha más nem, akkor egyetlen egy elektron segítségével egy mágneses dipólust hoztunk létre, aminek az északi és a déli pólusa nem külön választható. Tehát akkor azt hiszem, hogy itt meg lehet érteni. A mérnök hallgatóknak szoktam mondani, ha véletlenül a barátnőjük azt mondaná, hogy valaki látott már külön északi, meg külön déli pólust, vagy esetleg a baráti társaságban egy filosz, vagy egy, nem folytatom ezt a gondolatot, szerintem mindenki tudja, miről veszek, akkor ezt az ábrát kell megmutatni, és mutassa meg, hol lehet szétvágni az északi, meg a déli pólust. Sehol nem lehet. Úgyhogy ez tulajdonképpen nagyon tanulságos ábra, de szerintem menjünk tovább. Ugye azt mindenki látja, hogy az előző kísérlettől, tehát az egyenes vezetőtől eljutottunk az áramvezető hurokkal úgy, hogy elkezdtük összeadni az egyenes vezetőnek, két egyenes vezetőnek a terét. A következőben ugyanezt fogjuk megcsinálni, csak most már hétszer, mert egy hétmenetes tekercsünk van. Ezek a menetek úgy vannak elhelyezve, mindegyik azonos átmérőjű, és a tengelyük egy egyenes mentén van elhelyezve, vagyis akkor ezt az elrendezést hívhatjuk egyenes tekercsnek, vagy szolenoidnak más néven. Ugye azt kell látni, hogy a szolenoidunk van az elsőhöz képest 14-szer, a másodikban meg 7-szer annyi vezeték van. Ha most mindegyiknek a vezetéknek összeadjuk a terét, akkor arra fogunk rájönni, hogy már nem is kell nekem kopogtatni, hiszen ha bekapcsolom az áramot, akkor ezek már önmaguktól vigyázba fognak állni, és fölrajzolják a hosszú egyenes vezetőnek a terét, és a hosszú egyenes vezetőnek a teréből látjuk, hogy az összes erővonal belül kilép, és akkor itt kívül záródik, vagyis ha letakarjuk magát ezt a szolenoidot, akkor teljesen úgy viselkedik, mint egy rúdmágnes. Úgy is mondhatnánk, hogy az árammal átjárt vezető helyettesíthet egy rúdmágnest, ha így módon alakítjuk ki a vezetőt. Na most, ami fontos, hogy a tekercs belsejében, ez egy olyan fogalom, ami megint csak a vektorok esetében érthető, hogyha valaki jól ismeri a vektorokat, középiskában sajnos nem, de azt kell mondjuk, hogy a térnek az a része, ahol a mágneses térerősség állandó, ugye a vektoriálisan a nagysága, az irány és az irányítottságnak is meg kell lenni, azt a részt hívjuk homogén mágneses térnek. Látjuk, hogy homogén mágneses teret például szolenoiddal nagyon könnyű csinálni. Úgy is lehet mondani, hogy csak a végeitől, ettől a végétől, meg ettől a végétől tisztes távolságba kell lenni, és akkor ott homogén lesz a mágneses tér. És végül az áramvezetőknek a mágneses terével kapcsolatosan egy olyan elrendezést azok, amelyeknek a legnagyobb szerepet az iparban, tehát a mindennapi életben tudunk adni. Igazából azt is mondhatnánk, hogy ezt az elrendezést, ezt toroidnak hívják, toroidus elrendezés. A tórusz az egy olyan test, hogy veszünk egy
körlapot, és egy tengely körül megforgatjuk, akkor kapunk egy tóruszt. Ha valakinek nem teljesen világos, kínosan hasonlít az úszógumira. Tehát ez az úszógumi, ez egy tórusz alakú nagyjából. És nézzük meg, hogy a tórusznak a belsejére lokalizálódik a mágneses tér, tehát a toroid tekercsnek a külső részén nem találunk mágneses teret. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó hatásfokú tekercseket tudunk csinálni, és ennek megfelelően a toroid tekercsek hihetetlenül elterjedtek. Tessék végig gondolni, hogy a teremben, én meg vagyok győződve, nincs olyan ember, akinek ne lenne legalább egy ilyen toroid tekercse. Ki az, aki úgy gondolja, hogy nincs toroid tekercse? Be fogom neki bizonyítani két mondat erejéig, ha van mobiltelefonja, akkor van. Tehát akkor maradjunk annyiba. Amit még érdemes ehhez a toroid tekercshez hozzátenni, hogy nagyon nehéz legyártani. Tessenek végig gondolni, vegyen az ember egy tóruszt. Ezt a tóruszt ugye képzeljük így magunk elé, és akkor akarunk csinálni a tóruszt egy 1000 menetes tekercset. De akkor először is le kell gyártani egy olyan spulnit, amin fönn van az az 1000 menetnek a hosszúsága, és a spulninak a hossza olyannak kell legyen, hogy át tudjuk így rendesen így dugdozgatni. Tehát tulajdonképpen iszonyatosan bonyolult csinálni, még bonyolultabb, hogyha ne adj Isten ezt egy mérnök ember úgy akarja legyártani, hogy egy gépet szerkeszt, egy önállóan működő gépet. Ha van kedvetek, keressetek még elalvás előtt egy olyan videót a neten, ami a toroid tekercs készítő gépről szól. No, hát akkor azt hiszem, hogy ez a része a kísérletnek megvolt, és akkor tulajdonképpen a továbbiakban egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, azt nézem, hogy hova raktam össze. Lehet, hogy nem hoztam be, de itt van. Tehát egy olyan kísérletet szeretnék bemutatni, ami megint csak egy ravasz történet lesz. Itt van egy áramforrás. Az áramforráshoz hoztam egy izzólámpát. Így. Kettő darab izzólámpát is hoztam. Itt az egyik. Ezt ide hozzá kapcsoljuk, akkor meg is tudom mutatni, hogy világít. Így. És van egy ugyanilyen izzólámpa, ami előre kitervelt módon letörtem róla a búrát. Azt kéne megjósolni, hogy mennyi ideig fog világítani, ha én ezt ugyanúgy bekapcsolom, mint az elébb. Hát ugye gondolom mindenki kitalálta, hogy mégis hogy lesz. Hát nem kell megrökönyödni azon, hogyha most megint egy csavar teszünk bele, úgy értem, hogy bocsánat, itt kimaradt. Ez valamiért kimaradt, még kell nekem hozzá még egy palack. No tehát, itt van ez a palack, ez lesz még majd az, ami meg fogja óvni ennek az izzólámpának az izzószálát. Tehát akkor azt fogjuk csinálni, hogy az izzólámpát ide elhelyezzük a gyuháredényünkbe, és csak annyit kell tenni, hogy cseppfolyós nitrogénből öntünk egy keveset a palackba, hiszen a cseppfolyós nitrogén az ugye ki fogja szorítani az oxigént, és az izzószál elégésének, szóval az izzószál elégésének, jó tele van, ma reggel hozták, úgyhogy gátat fog tulajdonképpen szabni. Tehát beleöntjük a cseppfolyós nitrogént, így. Hát most még a cseppfolyós nitrogén nagyon hevesen forr, mert le kell hűteni a szobahőmérsékletű üvegedényt. Úgy. És tulajdonképpen szerintem már be is kapcsolhatjuk a
amint látjátok, az izzólámpának cseppfolyós nitrogénből csináltunk egy burkolatot. Hát ez gyakorlatilag, amíg a cseppfolyós nitrogén ott van, addig ez is fog világítani, hiszen hát azon kívül, hogy a cseppfolyós nitrogén megpróbálja lehűteni, de hát esélytelen, mert nem tud hozzáférni a cseppfolyós nitrogén az izzószálhoz, hanem kialakít magam körül egy burkolatot. És ez a burkolat, amíg megvan addig, de ott oxigén nincs, és ha nincs oxigén, akkor az izzólámpa az működik. Úgyhogy ez a kísérlet, ami hát ugye megint csak az átlagember azt gondolta, hogy semeddig nem fog az világítani, hát azért elég sokáig világít. Úgyhogy tulajdonképpen ezt akár itt is hagyhatjuk egy darabig. Egyébként nagyon kellemes a gyertyára emlékeztető buborékolása van, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Van még egy érdekes kísérlet, és Péter, majd arra kérlek, hogy kéne egy kicsit közelebb jönni, mert a kísérleti eszközt szeretném megmutatni. Egy petri csészét látunk. A petri csészének a külsejénél van egy réz. Így jó? Tehát akkor van egy réz, meg belül is van egy réz elektród. Ezek koncentrikusan vannak egymáshoz, és ehhez kapcsolódik két 9 voltos lámpának a kapcsolója, tehát a foglalata. Az egyik meg a másik úgy van bekötve, hogy ha ide kapcsolom, meg ide kapcsolom, éppen polaritást fogunk váltani. Na most, akkor a kísérlethez annyi kell, hogy kell egy pici víz hozzá. Bocsánat, csak a vízcsap az itt van benne a sarokba. Tehát itt van az izzólámpa, vagy a petri csészék. Ide készítettem egy 9 voltos elemet. Ezzel a 9 voltos elemmel fogunk áramot csinálni. Így. Ahhoz, hogy az áram vezető képességét a víznek megjavítjuk egy kicsit sóval, nem kell hozzá sok só, csak egy kevés. Ezt szépen beleteszem, ez a só ez oldódik, így a nátrium és klorid ionokat teszünk be. Ezek a nátrium és klorid ionok tulajdonképpen sugárirányba fognak mozdulni, attól függően, hogy a pozitív vagy a negatív van belül. Az lenne a kérésem, Péter, hogy rá kéne látni. Tehát ha lehet közelebb jönni, és így meredek ebben rálátni, nem tudom, hogy hogy csináljuk, kivételesen így. Na most. Én hoztam egy mágnest, és ez a mágnes lesz a kísérletünknek az a főszereplője, hogy én ide alá fogom betenni ide a petri csésze alá ezt a mágnest, és hogy lássuk is, hogy mi történik, krétaport fogunk rászórni a vízre. Tehát ez azt jelenti, hogy ide krétaport szórunk rá, és a krétapor nagyon szépen mutatja, hogy a víz az forog. Szerintem szépen látszik. Nézzük meg, mi történik akkor, ha polaritást váltunk. Tehát most ez azt jelenti, hogy az egyik helyről lekapcsolom a 9 voltos elemet. Ebben az esetben szép lassan látjuk, hogy a lendület még egy darabig viszi, de hogyha másik irányba átteszük, akkor nem csak hogy megáll, hanem ellenkező irányba kezd el forogni. Tehát ez azt jelenti, hogy rá tudtuk venni a vizet elektromos és mágneses tér segítségével arra, hogy körbe-körbe forogjon. Azt szeretném még megmutatni, hogy ha megfordítjuk a mágnesünket, tehát a mágnesünk ugye vagy az északi, vagy a déli pólusra van fölfelé, ha megfordítom a déli pólust az északi pólusra, például átfordítom, akkor ismételten azt tapasztalom, hogy a víz megint csak megfordult. Gondoljuk meg, hogy mit látunk. Nagyon érdekesnek gondolom a kísérletet, és tulajdonképpen a Lorentz erő szemléltetésének egy nagyon izgalmas része, ugye képzeljük el, hogy sugárirányba befelé folyik az áram. Ez azt jelenti, hogy a nátrium és a klorid ionok egymással szemben fognak mozogni, és mindegyikre ugyanolyan irányú erő fog hatni, tehát az az erő, ami forgásba hozza, az tulajdonképpen a
sugárirányba befele menő kloridionokat és a sugárirányból kifele érkező nátriumionokra is ugyanolyan irányú erőt fog adni a Lorentz-erő. Hát ez egy nagyon tanulságos, egy pillanatra még ha visszakaphatnánk ezt a képet. Ugye az nagyon fontos, hogy ez a magnetohidrodinamikus szivattyúnak is az elve, amit ugye Einstein és Szilárd Leó jegyzett együtt. Ők ugyan nem sós vízzel gondolták, hanem olvadt fémekkel, például nátriummal, de ez most csak egy részletkérdés. Szerintem nagyon szépen látszik, és a kísérlet pofon egyszerű, tehát megmutatom még egyszer, fordítsuk meg a mágnesnek a pólusát. Ebben az esetben ugye megáll a folyadék, és szépen az ellenkező irányba kezd el forogni. Abban az esetben, hogyha megfordítjuk az áramforrásnak a polaritását, ugyanez a megfordulás figyelhető meg, csak éppen ellenkező irányban. Szerintem szépen látszik mindez. Úgyhogy akkor az áramok és a mágnesek közötti kölcsönhatást, áram-mágneses tere című élőképnek nagyjából a végéhez értünk. Azt hiszem, hogy ez nagyon egyszerű eszköz. Én arra biztatlak benneteket, hogyha van kedvetek, akkor a Hokedli sarkán ti is tudtok egy ilyet reszelni. Nézzétek meg, mi kell hozzá. Kell hozzá egy petri csésze. A petri csészébe egy vastagabb részhúzal kívülre, belülre is egy részhúzal, és hozzá kell vezetni a vezetéket. Hát az egyedül nehezen beszerezhető az a mágnes, de hát ez már, ma már annyira könnyű beszerezni ezeket a mágneseket, hogy már ez sem lehet nehézség. Akkor, ha ez is megvan, akkor az indukció irányában fogunk tovább haladni. Ezt a mágnest elrakom messzire, mert ez nagyon erős mágnes, és hogyha véletlenül az ember ügyetlenül nyúl hozzá, akkor a kezét képes eltörni. Tehát mindenképpen deportáljuk ide távoli régióba. Hát az egyszerűség kedvéért, most már ezt azért ezt kikapcsolom, szerintem ez mindenkit meggyőzhetett, hogy ez tényleg sokáig bírja, és későbbiekben még talán fogunk a cseppfolyós nitrogénnel is foglalkozni. Úgyhogy na kérem, alássam. Az indukció az egy nagyon izgalmas jelenség. Az indukcióval kapcsolatosan egy összeállítást szeretnék megmutatni. Nekem az a módszerem, hogy az eszközökről mindig elmondom, hogy ez micsoda. Ez egy mérőműszer, amely kettő darab mutatóval, tehát két darab mérőműszer van ebbe beépítve. Fogjátok pillanatokon belül látni. Hát itt van a mérőműszerünk, egy pillanat, élesre is fogjuk állítani. Egy fél másodperc és hozunk hozzá egy éket, amit alá teszünk. Így. Mi? Tehát, itt van a két műszerünk. Aztán a műszeren kívül szükség lesz nekünk egy tekercsre. Itt a tekercs. Ehhez a tekercshez hozzá fogunk kapcsolni kettő darab vezetéket, és ez a két darab vezeték, ez kapcsolódni fog az egyik műszerhez, aminek a végkitérésben 3 volt lesz a mutatandó értéke. Tehát itt van a tekercs. Az összes többi csak azért szükséges, hogy mindenki egyszerre is jól láthassa. Itt van egy rúdmágnes. Ezt a rúdmágnest, hogyha én ide szépen beteszem, akkor lehet látni, hogy a jobboldali műszer fölfelé mozdult ki. Amikor én kihúzom, akkor a jobboldali műszer lefelé fog. Érdemes megnézni, hogyha ezt gyorsan csinálom, akkor nagy lesz a kilendülés. Ha lassan csinálom, akkor a kilendülés egészen kicsi. Tehát a feszültségről beszélünk, az indukált feszültségről. Egyetlen egy képletről fogunk beszélni most hosszabban. Az körülbelül úgy hangzik, hogy az indukált feszültség arányos a delta phi per delta t-vel a fluxus változáshoz szükség, a fluxus változás és a hozzá szükséges idő hányadosával. Tehát akkor azt kell látni, hogy kihúzom, betolom, kihúzom, betolom.
lassan húzom ki, lassan tolom be. Ha megfordítom, akkor az iránytű, vagy pontosabban a mutató tűnek az elmozdulása éppen ellenkező irányúra fog váltani, tehát ha lefelé tolom, ha lefelé térül ki, fölfelé húzom, fölfelé térül ki, és hogyha gyorsabban teszem, akkor a kilendülés nagysága is nagyobb lesz. Ez volt az a forradalmian új dolog, amit Faraday a művében leírt és észrevett. Azt kell tudni, hogy ehhez van egy nagyon érdekes, nem anekdóta, de mindenképpen történetnek elmondható. Amper volt az, aki próbálta az indukciót megérteni, tehát az alapján, amit az elektromosságtanról tudott, és ő azt mondta, hogy vegyünk két töltött testet, pontosabban egy töltött testet, meg egy töltetlen testet, ha a töltött test mellé oda teszünk egy töltöttet, akkor dipólusokká válnak, és lesz egy pozitívabb, meg egy negatívabb része a megosztás révén. Ugyanezt gondolt el Amper is, ő azt mondta, hogy ha vegyünk egy áramkört, egy áramforrással, ha abban folyik áram, akkor a mellé tett áramkörben is az indukció révén fog áram indukálódni. Az az egészben a legizgalmasabb, hogy Amper elvégezte a kísérletet, odaírta így nagy betűkkel, így nagy vastag vonallal áthúzta, hogy ilyen nincs. A sarkára odaírta, hogy ki és bekapcsoláskor van valami, de azzal nem érdemes foglalkozni. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy a tudósok is néha tévednek, de az is nagyon izgalmas, hogy a tudomány ezeket a tévedését mindig kijavítja. Tehát ebben hihetünk, hogy mennyi időt javítja ki, ez már egy másik történet, de most ebből szerintem próbáljunk elmenni. Tehát tulajdonképpen a változó mágneses tér az, amelyik elektromos teret indukál, és ennek a kísérletnek ez az értelme. Azt kell látni, hogy az elébb mondtam, hogy ha veszünk egy szolenoidot, itt van nekünk egy szolenoidunk, hogy egy fa csévére föltekert tekercs, akkor ezen, ha áramot fogunk folyatni, akkor helyettesíthet egy rúdmágnest. Megpróbáljuk ezt a rúdmágnest helyettesíteni, mégpedig úgy, hogy itt van egy áramforrás, ebből az áramforrásból pedig az egyik sarkából elindulunk, és az árammérő műszerhez megyünk. Az árammérő műszertől megyünk tovább a szolenoid egyik sarkához. Így. A szolenoid másik sarkából pedig visszamegyünk az árammérő műszerhez, vagyis az árammérő műszerünket sorosan kapcsoltuk, és ez a soros kapcsolás révén, ami áram átfolyik a műszeren, az az áram folyik át a tekercsen is. Hát állítsuk be ezt az áramot. Hopp, akkor ezt nem ezzel a tápegységgel fogjuk csinálni. Ennek a biztosítéka kicsapott, nem baj, van másik. Hölgyi. Tehát, ha az egyik nem tudja, majd tudja a másik, tehát akkor az egyenáram. Hölgy. Hát még nekem sem megy, hogyha nem dugom be a konnektorba. Tehát ez pakliba benne van, kérem. Na mi van? Az egyikből a másikba. Igen. Na kérem. Aha. Már működik is. Körülbelül 6 ampernyi áram folyik most keresztül ezen a dróton, ezen a szolenoidon. Ha bedugom, akkor szerintem jól látszik, hogy most is megmozdul. A megmozdulás hatása az egy kicsit kevesebb, ugye, ha valahogy hasonlóképpen mozog, mint ez. Tehát tessék megfigyelni. Nem, a másik irányba. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy megfordítjuk az áramirányt. Így. És akkor teljesen megegyezik ennek a kék felével betolt mágnes rúdnak a hatásával. Tehát tényleg az árammal átjárt vezető helyettesíthet egy rúdmágnest. Az egy más kérdés, hogy ez borzasztóan kicsi. Na most az a helyzet, hogyha az ember vesz egy fizikakönyvet, és ott olvasgat benne,
elér a következő fejezetre, ott pedig az anyagok mágneses térben című fejezet, és akkor ott azt olvassuk, hogyha egy ferromágneses anyagot teszünk be egy mágnes, vagy egy szolenoidnak a belsejébe, akkor egy elektromágnes csináltunk, amelyek a hatása nagyságrendekkel nagyobb lesz. Nézzük meg, tényleg így van-e. Tehát ez azt jelenti, hogy beteszem a vezetéknek, tehát a tekercsőnek a belsejébe ezt a vasmagot, bekapcsoljuk az áramot, és nézzük meg, hogy megnövekszik-e a hatás, azt hiszem nem kérdés. Tehát tulajdonképpen akkor az áramnak a hatására kialakul egy mágneses tér, ez egyelőre csak még levegőben van tele a belseje. Amikor vasmagot is teszünk bele, akkor nagyságrendekkel nagyobb lesz, hát akkor az anyagnak a mágneses térbeni szerepére kapunk választ. Azt is meg lehet nézni, hogy hát ugye lényegesen nagyobb. Ha megváltoztatjuk az áram irányát, akkor az fog történni, hogy ha megváltoztatjuk az áram irányát, akkor nagyságrendekkel nagyobb lesz az indukált feszültség. Na most, amit szeretnék még elmondani, hogy vannak néha hallgatók, akik gondolkodnak. Pillanat, itt valami áram gondunk van, valamelyik műszerünk. Az a helyzet, hogy melegedéstől néha az egyik műszer egy kicsit kontakthibás. Hát ez az árammérő műszerünk, ez nem működik, már valamiért nem is értem, hogy miért. Jó, nézzük csak. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy azt vettük észre, hogy indukálódik feszültség akkor is, amikor csak a vasmag van benne, vasmag nélkül is, meg vasmaggal is, csak az egyik esetben a vasmaggal sokkal nagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megpróbáljuk az indukciót előidézni úgy, hogy nem mozdítjuk meg egyik tekercset sem, erre is van lehetőség, hiszen csak a vasmagot kell a közepéből kirántani, mert akkor ugye a vasmaggal nagyobb lesz a mágneses térerőség, vasmag nélkül kisebb, ha kirántom, akkor indukálni fogunk feszültséget. Ugyanez fog történni, amikor visszadugom. Hát amikor kirántom, meg bedugom, mind a két esetben fluxusváltozás jön, és a fluxusváltozás úgy jön létre, hogy az anyagot vettük ki a mágneses térből. Ez is egy ravasz módszer. Ami ezek után jön, az még inkább izgalmas szokott lenni, hogy azt is meg lehet tenni, hogy az ember változtatja a mágneses gerjesztő áramot. Tehát én ide állok és elkezdem csökkenteni az áramerősséget, és amíg csökken az áramerősség, addig indukciót tapasztalunk. Növekedésnél úgy szintén meg lehet nézni. Abban az esetben, ha konstans az áram, akkor indukció nincs, azt érdemes megnézni, a mutatónk éppen nullát mutat. És végül ebben a témakörben még egy dolgot szeretnék megmutatni, ami nagyon fontos. Az az, hogy a legnagyobb, leggyorsabb változást úgy lehet létrehozni, az ember fogja magát és kikapcsolja az áramforrást, így kikapcsolom, és tessék megnézni meg bekapcsoláskor is, egy igen nagy lökést, egy feszültség lökést fogunk tudni előidézni. Éppen ezért aztán, amikor valaki egy tekercsel rendelkező áramkört kikapcsol meg bekapcsol, akkor általában mindig a kikapcsoláskor szokott ez a legtöbb esetben tönkre menni, és ennek a tönkremenetnek az a magyarázata, hogy ilyenkor egy feszültséglökés jön, amit nem bír ki az áramforrás. No, hát akkor egy-két alkalmazást szeretnék még megmutatni ezzel az indukcióval kapcsolatosan. Amit szeretnék megmutatni, az nagyon egyszerű. Elpakolom az eszközöket, mert az asztalra még szükség lesz, és amelyikek leszerepeltek, azok mehetnek már a dolgukra, aludhatnak egy cseppet. Na most, az a lényege, hogy
következőkben két kísérletet szeretnék megmutatni. Ugye az egyik az indukcióval kapcsolatos kísérletek közé tartozik. Ezt nem fogom túlzottan sokat magyarázni, ezt a kísérletet, de abban reménykedem, hogy mindenki a tanárát megkérdez, akkor el fogja pontosan magyarázni. Itt van ez a résztömb. Erre a résztömbre rá fogunk ejteni majd egy mágnest, egy erős mágnest. Ha ebből a magasságból a mágnest leejtem, akkor szerintem mindenki látja, hogy az történik, amit a Newton törvény is mond, el kell szabadon zuhanni. Ha itt ejtem le, akkor egy egészen más jelenséget fogunk tapasztalni. Jelensül az történik, hogy amikor én ezt ráejtem, akkor megy vele együtt a mágneses tere. Amikor a mágneses tér behatol ebbe a rész felületén belül a rész tömbbe, ott az elektronokra olyan hatással lesz, hogy körpályára kényszeríti őket, és ezen a körpályán az elektronok, ha keringenek, akkor ez egy áramot jelent, az áramnak van mágneses hatása, és Lenz törvénye értelmében ez olyan, hogy az őt létrehozó hatás gyöngíteni igyekszik, vagyis ez azt jelenti, hogy akár így ejtem le, akár megfordítva, mindkét esetben ugyanaz a fékezés van, ez nagyon fontos, tehát így is fékezni fog, meg ha megfordítom, így is fékezni fog. Szerintem ez szépen látszik. A Lenz törvény az azt mondja ki, hogy a hatást mindig fékezni igyekszik. Hát akkor nézzük a következőt. Itt van ez a mágnes. Ide szépen lehelyezem, rátesszük ezt a résztömböt. És amikor a résztömböt én hirtelen lekapom, akkor a résztömb azt fogja érezni, hogy eltűnik belőle a mágneses mező. Ez az eltűnő mágneses mező áramot fog benne indukálni, amely fölemeli a mágnest. Tehát tulajdonképpen ebben az esetben, ebben a kísérletben nem egy taszító, hanem egy vonzó hatás van, mindig a változásnak szegül ellen, és akkor ezt kell, azt hiszem, értelme. Tehát így lehet jól megérteni az indukció törvényt. Azt láttuk, hogy az indukció törvénynél, ha ezt a mágnest rájtem erre a kiterjedt fémtömbre, akkor ott az örvényáramok, amelyek indukálódnak, fékezni fogják. Hát erre a fékezésre én építettem egy eszközt. Egy pár évvel ezelőtt készítettem ezt a mágnest. Ez egy állítható pofájú mágnes. Ezt majd mindjárt ezt nem teszem fel az asztalra, mert túl nehéz ahhoz. Viszont azt megtehetjük, hogy így elfordítjuk így. Így. És akkor itt van maga az eszköz. Hát ez a mágnes, úgy kell elképzelni, hogy ez a kettő, meg ez a kettő egy irgalmatlan erős neodímium mágnes. Ezek a mágnesek egy csavarósó segítségével közelebb és távolabb tekerhetők egymástól. Azt tudom mondani, hogy a két pofa között ebben a távolságban kb. 2 tesla térerősség van. Hát, hogyha az valakinek nem mond semmit, egy gyöngébb ember innen nem húzza ki a csavarhúzót, ha oda bedugta. És feltéve, hogy vasból van a csavarhúzó. Na most akkor, hogy mivel lehet az örvényhatást szemléltetni, van itt 2 darab lemezünk. Az egyik egy tömör, a másik pedig egy ilyen fésűszerűen fölszabdalt lemez. Ezt a két lemezt ide föl fogom akasztani, így, és ha én kitérítem, azt hiszem mindenki jól látja, hogy ez szabadon leng, hát a csillapodása nem túl gyors, így. Jó, most annyit fogunk tenni, hogy ezt a két alumínium lemezt megpróbáljuk a két pofák között lengésre bírni. Vagyis szépen ezt ide beeresztjük, még lehet lejjebb is, így, és akkor szerintem mindenki jól látja, hogy az egyik az nagyon-nagyon lassan fogja elérni az alacsony helyzetet, tehát nem is tud átlendülni, egy olyan hihetetlen nagy fékező hatásnak van kitéve, szerintem ez szépen látszik. Emlékezzetek, hogy amikor itt fönt volt, akkor könnyedén nagyon sok lengés után sem akart megállni. Az örvényáramok
tehát amikor ez az alumíniumlemez bemegy a mágneses térbe, elindulnak az alumíniumlemezben az ott levő elektronok, körbe-körbe fognak járni, és úgy fognak körbejárni, hogy olyan mágnest hozzanak létre, ami ezt a mágneses teret taszítani igyekszik. Ez a Lenz törvénynek az értelme. Ugye mutattam azt, hogy ez föl van metszve, tehát hogyha én ezt ide beteszem, ennek a lengése, ez gyakorlatilag alig-alig csillapszik. Van egy másik lemezünk, amiből sokkal-sokkal több anyagot vágtunk ki, tehát itt ezek az anyagfolytonosságok sokkal nagyobbak, mint amelyek ugye ebben vannak. Itt 3/10 milliméteres réseket vágtunk, de itt meghagytuk annak a lehetőséget, hogy ezek így körbe-körbe folyjanak. És erről szeretném ezt a kísérletet megmutatni, tehát ide betesszük az egyiket, betesszük a másikat. És hogyha ezt meglengetjük, akkor lehet látni, hogy az, amelyik föl van metszve és át vannak a végei metszve, tehát ez a rész, ezt könnyedén tud lengeni, míg a másik, amelyiknek az alját meghagytuk, de sokkal több fémet vágtunk ki belőle, abban még az örvényáramoknak van ideje, van lehetősége folyni, így gyakorlatilag a kettő között igen komoly különbség van. No, hát akkor az indukcióról is beszéltünk, és akkor szerintem, ahogy emelkedik a hőmérséklet itt a teremben, egyre jobban kívánom, hogy nézzünk valami hőtani kísérletet, és akkor ezek a hőtani kísérletek lesznek azok, amelyek, hogy is mondjam, a előadás második részét fogják uralni. Ez az eszköz, ez folyamatosan itt volt, tulajdonképpen ez az eszköz, ez nem más, mint egy kriofor nevű eszköz. Ez a kriofor lesz most a főszereplő. A kriofor, ha megnézzük, akkor egy nagyon érdekes kialakítású üvegedény. Fölül egy gömb van, alul egy hosszú ilyen hengeres tartály, a kettőt összeköti egy üvegcső, és itt látszik ezen a csonkon, hogy itt ez valami ravasság történt vele. Elmondom, semmi különösebb nem történt, csak annyi, hogy amikor az üvegtechnikus ezt elkészítette, akkor megkértem, hogy mielőtt leforrasztja ezt az üveget, tegyünk bele egy kis vizet. Ez a víz, ez itt szerintem szépen látható, és ez a víz lesz az, amely a főszerepet fogja játszani. Amikor betettük a vizet, akkor nem csak egyszerűen kiszivattyúztuk a levegőt, hanem előbb megfagyasztottuk a vizet, és utána szivattyúztuk ki, fagyott állapotban. Amikor már látszott, hogy a higanymérőnek, tehát a légnyomásmérő nem megy lejjebb, akkor leforrasztottuk, és tulajdonképpen az akkori légnyomás az nem más volt, mint a megfagyott jégnek a gőznyomása. Hát ezt egy kicsit magyarázni kéne, de majd mélyen nem megyünk bele, de az a lényege a dolgoknak, hogy ebben a térben csak víz van, folyadékhalmaz állapotban, és vízgőz, ami kitölti a teljes részt. Tehát itt senki ne gondolja, hogy itt levegő van bent, hanem vízgőz van bent. Víz és vízgőz. A kísérlet arról fog szólni, hogy keresünk egy edényt, ez itt is van. Ebbe az edénybe bele fogjuk lógatni ezt az alsó részt, és ez a belógatott alsó részt elkezdjük intenzíven hűteni. Az intenzív hűtés hatására, Péterem, most jön az, hogy gyere egész közel, és azt kéne megnézni, hogy ennek a víz felületéből lássunk minél többet. Tessék? A felületből. Ha így rá tudunk látni, az a legjobb. Megragadnám az alkalmat, amíg a Péter átáll, hogy megköszönjem a budavári Schönherr stúdiónak, hogy évek óta áldozatos munkával közvetítik ezt az adást, vagy ezt az előadást. Nem csak közvetítenek, hanem archívumot is csinálnak, és ha valaki rákeres erre a BSS SCH BMHU oldalra, ami a budavári Schönherr stúdiónak a honlapja, akkor ott ezeknek az előadásoknak az archívumát is meg lehet nézni. No, tehát akkor azt fogjuk csinálni, hogy én az alját elkezdem hűteni. Próbáljuk meg közösen kitalálni, mi fog történni, hogyha lehűtjük ennek az edénynek az alját. Hát az edény alját, hogyha elkezdjük lehűteni, akkor azok után, hogy egyre hidegebb és hidegebb lesz, egyszer csak elkezd majd lecsapódni az ott levő vízgőz.
Ha a vízgőz lecsapódik, akkor egész biztosan tudjuk, hogy iszonyatosan nagy térfogat változást fog szenvedni. Vagyis ez azt jelenti, hogy 1 liter vízből 1800 liter vízgőz keletkezik, ha elforraljuk. Vagyis az itt levő gőz lecsapódik, és az 1800-ad részére fog lecsapódni, kisebb térfogatára. Ennek eredményeként ez a víz elkezd majd párologni. A párologás révén azoktól a molekuláktól fog itt megszabadulni, amelyeknek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb. Ugye ezek lesznek azok, amelyek képesek lesznek a víz felületéből kilépni, és pótolni azt a elfogyott vízgőzt. Világos idáig, ami történik. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az itt levő víz egyre hidegebb és hidegebb lesz, és hogy mennyire lesz ez hideg, azt majd mindjárt meglátjuk. A kamera segítségével fogjuk ezt megmutatni. Még egy dologot szeretnék elmondani. Ez a rész itt, ez az üvegrész, ez direktív, hogy üvegből van, mert az üvegről mindenki tudja, hogy rossz hővezető, és ha rossz hővezető, akkor senki nem gyanakszik, hogy a hővezetés révén történik mindaz, ami majd itt ebben a felső részben történni fog. Igen, az lenne a kérésem, hogyha lehet, akkor ez maradjon itt ez a kép. Amit elsőként majd meg kell nézni, hogy itt az oldalán majd elkezd egy kicsit ilyen kívülről pára lecsapódást veszünk észre ezen a részen. Ez azt jelenti, hogy a levegő is lehűl annak eredményeként, hogy ugye mi folyamatosan azt tesszük, hogy azt hiszem most lehet látni legszebben, hogy elkezdett a jég a víz felületén növekedni, és teljes egészében befagyott ez az itt levő kis tavacskánk. Nem tudom, mennyire látszik. Hát igazából az van, hogy itt egy kicsit párás is ez a golyó, de minden esetre mindjárt ki fogom venni, elfordítom így vízszintesen, és fogjátok látni, hogy ez tényleg befagyott, mert mint egy folyadék, annak megfelelően nem nagyon engedelmeskedik. Tehát amikor ezt én így megmutatom, és azt mondom, hogy így van, akkor talán mindenki elhiszi, hogy ez tényleg megfagyott. Jövök távolabb, Péter. Itt lehet látni, tehát a víz megfagyott, tehát tulajdonképpen úgy tudtuk megfagyasztani a vizet, hogy tehát ez az üvegrúd, tedd már meg, hogy megfogod, hogy ez mennyit hűlt. Mennyit hűlt? Sokat, de ne hülyéskedjél. Hát most azt mondd meg, hogy ez itt hideg? Itt. Itt hideg? Nem nulla fok alatti. Itt fog meg, itt mennyire hideg. Ott azt lehet érezni. Hát akkor ebből azt kell látni, hogy ennek a víz megfagyásának nem az volt az oka, hogy itt ezen a csövön keresztül elvontuk a hőt, hanem egész egyszerűen egy másik folyamatot tudtunk megfigyelni. Ez a másik folyamat pedig abból állt, hogy hagytuk, hogy párologjon el a víz. A vízpára mindig lecsapódott. Ha akartuk volna, megtehetük volna ezt egy szivattyúval is, egy vákumszivattyúval is, de mi egy másik ravaszabb módszerhez folyamodtunk, hogy gyakorlatilag lecsapattuk az itt keletkező párát, és a pára lecsapódás eredményeképpen szépen befagyott a víz. Tehát ez volt a következő. Jó. Következő kísérlet arról fog szólni, hogy van itt nekem egy deszkám, ez a deszka, amelyet én most megmutatom, hogy hogyan lehet fizikus módra eltörni. Nézzük meg, mi kell hozzá. Hát kell hozzá először is egy másik deszka, ami biztosan erősebb deszka, mint ez a deszka, és a két deszka közé be fogunk egy ilyen palackot szorítani. Ez a palack, ha szépen ide betesszük, így. Hoztam szorítót is, asztalos szorítót, mert hogy azért a deszka eltöréshez elég tekintélyes erőre van szükség. És az asztalos szorítóval inkább itt szorítani egyik helyen. Van egy másik asztalos szorítónk is. Így. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kísérlet
ha az ember nem számol elég jól, akkor végződhet úgy is, hogy az asztaloszorító így jár. Nem tudom, ki mennyire látott ilyen asztaloszorítót közelről, hát mondjuk ez átlag ember így kézzel nem csavarja el, az biztos. Tehát azóta már nem két, végén egy-egy szorítóval, hanem két-két szorítóval dolgozok, és ezek a szorítók önmagukban is erősebbek, mint az a másik. Most akkor azt fogjuk csinálni, hogy ezeket a palackokat, vagy ezt a palackot én úgy megszorítom, hogy ahogyan mondani szokták, a szuszt is kiszorítjuk belőle. Na. Azt hiszem, hogy mindenki jól látja, hogy a pillepalackunk az, ahogy Mici Mackó mondaná, az ő szorult helyzetében van. És hát most, ha van kedve valakinek számolgatni, akkor ez a deszka 100 mm, vagy ha úgy tették, 10 cm nagyságú. A pillepalackunk, ha jól emlékszem, 120 mm átmérőjű. És akkor tulajdonképpen semmi más nem kell, csak azt kéne elérni, hogy itt jó nagy nyomás legyen, itt ebben a palackban. Én erről gondoskodtam, tehát volt egy időszak, amikor még fiatal voltam és bohó, és akkor hoztam egy pumpát, és elkezdtem fölpumpálni. Aztán az viszont didaktikailag azért nem volt szerencsés, mert ahhoz, hogy ezt fölpumpáljuk, és azt történjen, amit szeretnék, ahhoz meglepően sok izomerőre van szükség, és nagyon sokáig szuszogtam. Valaki meg is jegyezte, hogy szuszog, mint az urasági ökör. Tehát aztán most rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb dolgom van. Hozok egy kis száraz jeget. A száraz jégből pedig bele fogunk tenni egy mennyiséget. Ez a mennyiség ez ugye úgy fog kinézni, hogy a palack az kb. Másfél liter. Ha két literes palackban szeretnénk elérni, hogy két literes palackban szeretnénk elérni, hogy jó nagy nyomás legyen, olyasmi nagy nyomás, ami nekünk erre kell, akkor legalább 44 g széndioxidot beleteszünk. A 44 g széndioxid, ha jól emlékszem, az egy molnyi mennyiség. Ha 44 g széndioxidot, vagyis egy molnyi mennyiséget ebbe az edénybe hagyunk, hogy elszublimáljon, ugye most kimondtam egy szót, de hát arról majd még fogunk beszélni, akkor 24 liternyi levegő lenne, vagy széndioxid gáz lenne. Ha azt másfél literre összenyomjuk, akkor az igen tekintélyes nyomás. Ha most kiszámítja valaki, hogy ez a nyomás ezen a felületen hat, ugye a pillepalacnak a palást hosszúságának a fele, szorozva a deszkának a szélességével, akkor azt kell mondjuk, hogy azért ez nem játékszer. És hogy ez mennyire nem játékszer, én végig gondoltam magamban, és azt találtam ki, már majdnem kész vagyunk, még egy kicsi fér, hogy oda fogom fölrakni a palackot, mert az ott tisztességes távolságban lesz azoktól az emberektől, akik itt vannak. Az operatőröket megkérem, hogy csak annyira menjenek közel, amennyire nagyon muszáj. És akkor ölni. Szerintem mindenki jól fogja látni ezt. És akkor néha visszatérünk rá, esetleg azt is lehet, hogy ha most középiskolában lennék, akkor valószínűleg a fizika órán megkérnék valaki felelőst, akinek az lesz a dolog, hogy ránéz arra, és jól látja, hogy ide kijebb húzom, hogy azért lássuk a szélét. Hát, hogyha a pillepalackban elkezd növekedni a nyomás, akkor az hajlítani fogja a deszkát, és ha a pillepalack is úgy akarja, akkor a deszka nem fog egybe maradni, az egész biztosan. No kérem, amíg ez folyik, addig egy-két hőtani kísérlettel szeretném itt az egybegyűlteket elszórakoztatni. Ami hozzá kell, azok itt vannak. És akkor nézzük.
Hát ugye az biztos, hogy na kérem a lássam. A széndioxidról szeretnék és a szublimációjáról egy apróságot. Tegyünk egy kis széndioxidot ebbe az edénybe, az egyikbe is. Meg a másikba is. Így. Így. Azon kívül tegyünk ide is egy kis széndioxidot. Úgy. És akkor kezdjük el a kísérletet. Azt mondja, hogy valóban letettem a léggömbjeimet. Ugye az, hogy a széndioxid szublimál, szeretném megmutatni. Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen annyit kell csak tenni, hogy itt van ez a két széndioxiddal telt edény, és a széndioxiddal telt edénynek mindegyiknek a szájára ráhúzok egy léggömböt, és hogyha ez a léggömb elkezd fölfúvódni, akkor világosan látszik, hogy valaki ezt fölfújja ott bent, és ez nem más, mint a széndioxid, vagy a száraz égből keletkező széndioxid gáz. Ugye a széndioxid gáz, hogy a szublimál, azt kell mondjam, hogy recseg. Jól lehet hallani, hogy recseg. Na tehát, akkor a széndioxid gáz, ahogy egyre nagyobb és nagyobb lesz, itt szabadon tud kitágulni, ott pedig a deszka ellenében tágul, és hát majd meglátjuk, hova fejlődik. Mi pedig megnézzük, hogy meg lehet a széndioxidot olvasztani. A széndioxid olvasztáshoz látjuk, hogy nem melegítés kell elsősorban, hanem arra lesz szükség, hogy a széndioxid gázt ne hagyjuk tágulni. Itt van a széndioxid. Egy keveset én ide beteszek ebbe az edénybe. Így. Egyébként a széndioxid mínusz 78,5 fok hideg, és a biztonsági lapjára rá van írva, hogy tilos kézzel megfogni, de ez ugye a fizika tanárokra nem vonatkozik. Tehát akkor most azt fogjuk csinálni, hogy a széndioxidunkat egy fogantyúba befogom, és majd innen, megkérlek téged innen középről, hogy ide egy ilyen egészen szűk képet kéne csinálni. Itt van a széndioxidunk, be van fogva ebbe az edénybe. Ebbe az edénybe. És jelen pillanatban azt látjuk, hogy még semmi nem történik. Ebben az edényben növekszik a nyomás, és ebben együtt növekedni fog a hőmérséklet is. A kollégáknak mondom, hogy az anyag, a száraz jég a hármas pontja felé tart. Növekszik a hőmérséklet is, és a nyomás is. Amikor a hármas ponthoz elér, ez itt most már elérte, akkor nagyon szépen látszik, hogy elkezd csöpögni a széndioxid. Az lenne a kérésem, hogyha lehetne ezt egy picit mutatni. Megnézem, hogy az hogy áll. Innen jobban rálátunk. Hát lehetne jobb is, de majd el megadja magát. Tehát az a lényege, hogy tessék megnézni, hogy a széndioxid elkezdett megolvadni, és egyre jobban csöpög és csöpög lefelé, és a lecsöpögött széndioxid itt alul folyadék halmaz állapotban van, erős buborék fejlődés van benne, vagyis azt jelenti, hogy forrásban van. Tessenek végig gondolni, hogy itt a széndioxid olvad, erre azt mondja a magyar nyelv, hogy fagyos, az alsó részén pedig azt mondja, hogy forró. Ha valaki bemenne és megmérné hőmérővel, mind a két hőmérséket ugyanaz. A széndioxid a hármas pontjában egy ilyen furcsa dolgot tesz, hogy a forráspontja és az olvadáspontja egy ponttá válik, és azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Amit érdemes megnézni, hogy amikor én ebből a széndioxidos tartályból egy kis gázt kiengedek, vagyis lecsökkentjük a nyomást, akkor olyan hevesen fog a széndioxid forrni itt alul, tessék megfigyelni, olyan hevesen forr, hogy fagyás, forrás közben megfagy. Íme itt lehet látni, hogy a széndioxid olyan hevesen forr, hogy megfagy. Amint látják, a széndioxid teljes egészében kitöltötte az edényt, de az energia és az anyagmegmaradás törvényével nincs baj,
csak ugye a buborékok is belefagytak, ezért ilyen úgynevezett szénsav hó keletkezett. Azt meg lehet nézni, hogy ezek a széndioksziddal felfúvódó léggömböknél folyadékot nem látunk, tehát időben ez sokkal több esélyt kapott a megolvadásra, de mivel a nyomás nem tudott növekedni, ezért a nyomás növekedése az elmaradt. Ezért nem fog tudni ez megolvadni, ez folyamatosan szublimál. Azt kell mondjam, hogy a folyamatot meg lehet fordítani, mégpedig úgy lehet megfordítani, hogy fogja az ember ezt az edényt, az edény alját, ennek az edénynek az alját lehűti, így, és a hűlés révén a széndioxid elkezd majd lecsapódni, hevesen, egyre nagyobb és nagyobb hevességgel fog majd hűlni, mikor az edényünk, azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a léggömbünk egyre kisebb és kisebb, a gáz eltűnik, és ha ügyesek vagyunk, akkor úgy tudjuk ezzel a léggömbbel kibélelni a lombikot, hogy teljes egészében neki feszül a lombik falának, tehát ilyeténképpen egy olyan megoldást találtunk a lombik bélelésre, ami teljesen hézagmentes. Természetesen, hogyha majd a lombikunk ismét megmelegszik, akkor ismét elkezd a széndioxid szublimálni, és ha szublimál, akkor ismétlen gáz fog fejlődni. Megnézem az palackunk az hogy áll. Hát határozottan kijebb nyíl, de még nem az igazi. Az a helyzet, hogy van még egy másik ilyen törős kísérletem. Azt jobban szeretem, úgyhogy fene tudja miért, majd meglátják. Amit viszont mindenképpen szeretnék megmutatni, hogy a széndioxidunk itt, ebben az edényben már másodjára is megolvad. Ez azt jelenti, hogy már nedvesíti az edény alját, és ahogy egyre jobban nedvesíti, egyre több és több folyadék keletkezik. Gondoljuk el, hogy itt van fölül a hó, és ami alul keletkezik latyak, pontosan ugyanúgy csinálja ezt, mint a, majd kint az udvaron, hogyha majd olvadás lesz. És ugye, hát itt tulajdonképpen a felteszi az ember a kérdés, hogy mire is jó nekünk, hogy ezt tudjuk. Ugye, tehát az, hogy a szublimációnak ilyen formában meg tudjuk mondani, hogy mikor fog szublimálni egy anyag, és mikor nem fog szublimálni, ez azért nagyon fontos, mert hát a szublimáció segítségével nagyon sok kulináris örömökhöz juthatunk. Nem tudom, ki érti ezt a mondatot. Ugye az a kérdés, hogy tegye fel a kezét, aki biztos abban, hogy a kulináris örömök által, fizika által kulináris örömökhöz jutott már. Na most ugye ez a tanároknál a legaljasabb fajta kérdés, mert ugye azt lehet felszólítani, aki nem jelentkezik. Tessenek végig gondolni, tehát ez minden tanárnak az álma, hogy bárkit felszólíthasson, nem? Végül is kinézek magamnak egy figurát, és akkor tak, te kisfiam, te szállsz, állj, keljél föl. Na. A lényeg a dolgnak az, hogy ugye azt láttuk, hogy a széndioxid szublimálását úgy tudjuk befolyásolni, hogy megváltoztatjuk a nyomást körülötte. Ha növeljük a nyomást, akkor egész biztosan szublimálás helyett meg fog olvadni. Vagyis, hogyha van egy anyagunk, amit szeretnénk, hogy szublimáljon, akkor világosan látszik, hogy mit kell csinálni mellette, körülötte le kell csökkenteni a nyomást. Nem tudom, értik már, valaki már érti a kollégákon kívül, hogy miről beszélek? Mondja már, kedves, hogy mire gondol? Én arra gondoltam, hogy hát ugye csökken a nyomás. Csökken a nyomás. De micsoda? De mit eszünk? Hát ez a lényege. Hát, hogy ételre kéne gondolni. Nem feszítem a húr tovább. Arról beszélünk, hogy tegye föl a kezét, aki már ivott teljes kávét. Vagy kakaót, vagy tudom is én, tejport már látott. Ezek hogy készülnek? Hogy a por kávé, a por, levespor, stb. Ugye, ha én neki látnék az én konyhai praxisommal, akkor valószínű úgy csinálnék levesport, hogy fognám, oda tenném a levest, alágyújtanék, az várnék, míg elforr a víz. Ugye a végére biztos, hogy orrcsiptetőre lenne szükség. Van ennek egy praktikusabb módja, fizikus módja, az pedig úgy történik, hogy fogja az ember, és a levest megfagyasztja. Tepsiben. Beteszi egy vákumozható helyre, és mínusz 20 fokon lecsökkenti a nyomást. És ekkor a víz elkezd szublimálni. És úgy tűnik el onnan a víz, hogy nem ég le semmi. És ami ott marad, ugye az a levespor,
kakaópor, kávépor a felületeknek, meg tejpor. Most a legújabb fejlesztés az az instant víz, tehát hogy vizet kell hozzáönteni, és víz lesz belőle. Tehát azt hiszem mindenki érti ezt a dolgot. A következőkben, ha már úgyis itt van az asztalon, megkérdezhetnék, hogy miért volt itt. Hát akkor itt van egy palack, ebbe a palackba beletettem egy dugót, és ebben a dugóban van egy ilyen labdafújó tű. Tehát ez nagyon, idáig nagyon olcsó. Hát kell hozzá egy pumpa, a pumpát azt elég csak egyszer megvenni, és akkor ennek a pumpának a segítségével hozzunk létre nagy nyomást a palackban. Tehát én ezt ide kapcsolom, és elkezdem majd fölpumpálni. Tehát. Ennek hatására elkezd növekedni a nyomásban. Aki tapasztalta azt, hogy a pumpáláskor megmelegedik a levegő, hát a levegő is melegszik, meg a nyomás is. Ha most én hirtelen kihúzom a dugót, akkor keletkezik a palacban egy felhő. Ez a felhő úgy keletkezett, hogy az ott levő pára hirtelen lehűlt, és a lehűlés eredményeként elkezdett kis csöppökké összeállni. Ha el akarjuk tüntetni, csak a nyomást vagy a hőmérsékletet kell növelni, csiribú, csiribá, és eltűnik a felhő. Mutatom még egyszer. Belepumpálunk egy kis levegőt, körülbelül a légköri nyomás háromszorosára kell fölpumpálni, és akkor azt mondom, hogy 3, 2, 1, hopp, itt van a felhő. Ha el akarunk tőle, meg akarunk tőle szabadulni, akkor egy pumpálás és eltűnik, csiribú, csiribá. Tehát ilyen egyszerű ez a felhőknek a fizikája. Én nem tudom. Megnézem ezzel a palackkal mi van. Már rég el kellett volna durrannia, ennyi idő alatt mindig el szokott durranni. Hát annyit szeretnék elmondani, hogy a palack alá már majdnem be tudom dugni az ujjamat. Hát a levegő nyomása az még, vagy a gáznak a nyomása még növekszik. Hát úgy látszik, hogy a mai napon a palack vagy a deszka nyert, de az elbúcsúzó kísérletet azt most fogom behozni, és kitesszük azt, amit szeretnénk. Hova tettem? Igen. Valóban leraktam egy szép nagy vasgolyót. Leraktam egy szép nagy vasgolyót, és ezt a vasgolyót hova tettem? Egy fél másodperc, és jövök kifelé a vasgolyóval a kezembe. Ennek az asztalnak már nem nagyon volt itt helye. Itt vannak a kellékek. Ez a búra azért kell, hogy majd az elrepülő szilánkokat megfogja. Még kell egy vaslemez, meg egy deszka. Na kérem. No tehát, itt vannak azok a kellékek, amik ehhez szükségesek. Szeretném elsőként megmutatni a kísérlet főszereplőit, ez egy petangolyó. A petangolyóról azt kell tudni, hogy acélból készül, és hogy ne legyen túl nehéz, ezért belül üregesre készíti, körülbelül 3 mm a falvastagsága, és hogy még olcsó legyen, és még mindig nem túl nehéz, ezért teletömködik homokkal. És utána beleteszik ezeket a mintákat, és meg legvégén lekromozzák. Na, ezzel az eszközzel fogjuk a következőt megcsinálni.
Az első lépés az lesz, hogy hozok egy kis vizet, és megtöltjük színültig vízzel. Azért fogjuk megtölteni színültig vízzel, mert az egyik, a kísérlet szempontjából egy másik főszereplőt is szeretnék bemutatni, a vizet. A víznek van egy olyan tulajdonsága, szerintem jól lehet látni, hogy ez most itt buborékok formájában megy befelé. Addig kell a buborékok távozására várni, amíg a petangójunk fúra tele lesz buborékmentesen vízzel. Így. Ebben az állapotában én belecsavarok egy acélcsavart, mert azt szeretném, hogy tényleg egy szemernyi folyadék, vagy a buborék se legyen. Ígyni. Ezt most szépen becsavarjuk. Így. Elhelyezem ide, ebbe az edénybe. Az edény alá teszünk egy puha edényt, egy puha hőszigetelő anyagot. Így, és akkor mindent elrakunk, ami veszélyes lehet. Na kérem. Ez a petangójó most tele van vízzel. El fogom kezdeni lehűteni, mégpedig cseppfolyós nitrogénnel fogom hűteni. A cseppfolyós nitrogéntől az acélgolyó elkezd összehúzódni. Ugye több mint 200 Celsius fokot fog hűlni, ennek hatására tekintélyes lesz az összehúzódása. A jég az viszont egy 10%-ot fog növekedni, ennek eredményeként az meg szeretne kifele tágulni, és hogy ki nyer ebből a párbajból, azt majd mindjárt meglátjuk. Azért, hogy mindenki golyóálló környezetben legyen, így fogom én ezt körbevenni, ígyni, ebből az állapotából. Szerintem mindenki látja, hogy ez így teljesen biztonságos, hogy mennyire szükséges, itt a közelülőknek megmutatom, hogy ez a luk egyik bemutató alkalmával készítette az acélgolyó. Tehát, akkor nekem annyi tennivalóm van, hogy cseppfolyós nitrogénnel teletöltöm a tartályt, és utána várunk. Jó. Köszönöm, hogy szóltak a léggömbbel kapcsolatosan, mert ez igazán nagyot szólt volna. Úgy. Csak azért, hogy nehogy valaki riadalmat kell, tehát onnan jöjjön a hang, ahonnan szeretnénk. Úgyni. Én ezt egy kicsit távolabb tolom, ezeket az eszközöket, ami biztos-biztos alapon. Ezt mindenképpen nagyon távol teszem. És akkor ugye látjuk, hogy itt van az edény, én itt fogom folyamatosan nézni, önök fogják ezt látni, és hát akkor lássuk. Ígyni. Hát ugye a cseppfolyós nitrogén az mínusz 196 Celsius fokon forr, erre a hőmérsékletre fogja lehűteni a vasat is, ami mondottam összehúzódik, erre a hőmérsékletre fogja lehúzni, lefagyasztani a jeget, ami ugye elkezd kitágulni. Az acélgolyónk martenzites szövet szerkezetű, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés deformáció után el fog törni. A maradó deformáció az gyakorlatilag nulla körüli érték, ebből az következik, hogy az összes rugalmas energia mozgási energiává fog alakulni, és majd meglátjuk, hogy mi történik. Ha valaki megkérdezi, hogy például mit akarunk ezzel bemutatni, túl azon, hogy egy kicsit szórakoztatjuk önöket, és emeljük az adrenalin szintet. Ugye most tél van, és akinek elfagy a vízcsapja, ott hasonló folyamat játszódik le, azért nem fog nagyot robbanni a vízcsap, mert az nem martenzite szövetszerkezetű, az a cső darab, hanem puha acélból van ehhez képest, amelyik inkább elreped lokálisan, és nem fölrobban, mint majd ezt fogjuk látni.
mit is akarhatnék még mondani? Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, itt voltak, és szeretném, nagyon szeretném megköszönni a... Na, de hát nagyon szeretném megköszönni még egyszer a Budavári Schönherr Stúdiónak azt a segítséget, amivel évről évre mindig közvetítéssel, illetve az archiválással hozzájárul, és hát amikor ez a durranás megtörténik, azzal bejelentem, hogy vége az előadásnak. Akit még érdekel, esetleg ezeket a szétrepülő szilánkokat még érdemes tanulmányozni, de nem röptébe kapják el reményeim szerint. Jó. Hát ugye a cseppfolyós nitrogénről annyit azért tudni kell, hogy amikor az ember leönti valóban a cseppfolyós nitrogént és a szobahőmérsékletű, akkor a cseppfolyós nitrogén nagyon hevesen elkezd forrni, és a forrása révén egy gőzbuborék keletkezik, és ez a gőzbuborék nem engedi a... Még lehet, hogy el fog törni, mert elkezdett recsegni keményen. Jó, szóval az a lényeg, hogy a cseppfolyós nitrogén ahhoz, hogy ki tudja fejteni a hűtő hatását, nagyon nagy szükség van arra, hogy először a Leidenfrost effektus befejeződjék. Abban az esetben fog tudni igazán kezdődni a folyamat, mert a Leidenfrost effektus az ugye lassítja a hűtését, már akármilyen hideg is a cseppfolyós nitrogén, maga a hűtési folyamat ezért lassú lesz. Az a helyzet, hogy ugye, ilyenkor mindig az ebben valamivel elpróbálja ütni az időt. Én mondom, hogy Vermes Muki bácsi volt az, aki azt az örökérvényű mondást elmondta, hogy veszélyes kísérlet nincs, csak túl közel vagyunk hozzá. És szerintem azt is lehet mondani, hogy jó meggondoltátok? Jó. Hát az a helyzet, hogy ezt nem lehet előre megmondani, de meg lehet mondani, most történt. No, hát akkor azt hiszem, hogy mindenki jól láthatja, hogy itt a petangolyónak a héja, egy másik része, meg még itt ezek a részek, tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a jégnek a feszítő erejében iszonyatosan nagy energia van. Mondom még egyszer, az nagyon fontos, hogy amikor az anyagot elkezdi az ember alakítani, az alakítás egy darabig teljesen rugalmas, ezt Jang írta le legszebben, és utána elkezd képlékenyen alakulni, és utána valamikor elszakad. Ez az anyag, ez a martenzites szövetszerkezet, ez képlékeny alakváltozásra képtelen, éppen ezért az összes tágulási energia ilyenkor mozgási energiává alakul, és hát ha megnézitek, akkor ezt az edényt ezt igen rendesen lerombolta, tehát ez egyik alkatrész ezen a falon keresztül kijött. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet meg a türelmet. Tehát az a helyzet, hogy fölmerült az igény, hogy esetleg várjuk meg azt a részét, én erre nem tudom kinek mikor megy a busza, de egészen jó kezd alakulni az alkatrész. Úgy látszik, egy jó erős deszkát sikerült kicsípnem. Én mondom magam részéről, annyit tudok mindenkinek mondani, az is, aki erről érkezett, hogy az a kérésem, hogy abba az irányba távozzanak, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, viszontlátásra!